címén elkezdett regionális edzőközpontokat finanszírozni. Az egész karibi sikertörténet Usain Boltostól mindenestül az ebből fakad. Usain Boltot nem fogjuk látni férfi 100 méteres síkfutásban itt Oszlóban, látunk viszont nagy neveket nélkülei is. Itt lesz például Amir Webb, itt lesz a 40 éves Kim Collins, aki egyéni csúcsot futott nem is olyan régen, 9.93, itt van Mike Rogers, itt van André de Grasse, a legutóbbi világbajnokság bronzérmese. Nagyon komoly verseny lesz, és akkor még ugye nem beszéltünk a Pala volt egyetlen sprinterről, aki Európa bajnokságon triplázni tudott, Christophe Lemaitre még 2010-ben Barcelonában nyerte a 100, a 200 és a 4x100 aranyérmét. Az egyesen Dentarius Luck, egy Ex-Florida State hallgató, láthatóan nem a magasságáért válogatták be semmilyen sportválogató, hanem inkább a sebessége miatt. 9-9 volt az egyéni csúcsa, 10-12-je van idén. Itt van tehát az apró termetű Dentarius Luck. A vidámság az rendben van. A kettesen indul mellőle Christophe Lemaitre, egy négyszeres Európa-bajnok, világbajnoki finalista. 9-92 az egyéni csúcsa, idén 10-14-nél jár. Kim Collins világbajnok volt 2003-ban, elmúlt 40 esztendős, futott egyéni csúcsot idén 9-93, évről évre jobb, jogázik, pilateszezik. 20 éve ott van a világ élmezőnyében, nagyjából ennyit érdemes róla tudni. St. Kitts és Nevis leghíresebb állampolgáráról. Michael Rogers világbajnoki második volt 400-as váltóval 2013-ban, itt lesz majd a gyulai memoriálon is Mike Rogers. André de Grasse a legutóbbi EB harmadik helyezettje, a tavalyi egyetemi amerikai bajnokságon robbant be, és azóta is folyamatosan fejlődik. Ugyanez elmondható Amir Webbről is, most már van hivatalosan is 10 másodperc alatti 100 métere Amir Webbnek, aki engem továbbra is emlékeztet egy picit Kevin Durantre. 9.94-et futott Rómában azt követően, és lett második Gatling mögött, hogy a 200-at nyerte. Aztán Sean McLean 10.01, és egyéni csúcsa 10.24-e van, és Wilfried Coffey, Sankai Egyetem hallgatója, Kínában készül, Németországban van az edzője, és az egészen biztos, hogy a legkomolyabb fűrendszerrel rendelkezik a világ sprinterei között. Önmagában óriási, hogy ő Kínában edz, és Németországban az edzője, véletlenül Skype-on beszélik meg, hogy mint a Wilfried, akkor ma milyen gurulós százakat, jó? Jó, oké, főnök. No szóval, az egyesen Dentarius Luck, a kettesen Christophe Lemaitre, a hármason Collins, a négyesen Mike Rogers, az ötösen de Grasse, a hatoson Webb, a hetesen McLean, a nyolcason Coffey. Ők eljönnek, elsőre Collins megint kiválóan rajtol, nála soha nem ez a kérdés. Továbbra is vezet Kim Collins. Oh, megsérül Kim Collins, és akkor ki fogja ezt megnyerni? De Grasse 10-07-tel. Ez lehet, hogy hajlító volt. Bejött Rogers másodiknak. Óha, ez rosszul néz ki. Azonnal jön a jég. Oldalról. Kénytelen, hát szüksége van rá, ne viccelj. 40 évesen volt, 13-14 fokban szaladgált, 10 másodperceket, tehát lehetetlen. 50-ig rommá verte az ifjoncokat. Abszolút. Ha ezt végigfutja, akkor bottal ütik a nyomát. Iszonyatosan elkezdte ezt a mozgást, ezt a 10 éve csodáljuk a világbajnokság, hogy a 20 éve futott először olimpián. Hat. Ott látszik, hogy gond van. Bejött a kis apró Luck harmadiknak. Nem emlékszem arra, hogy bármikor kiadott volna egy komolyabb periódust
Kim Collins sérülés miatt. Apró cseprő dolgai voltak. Hát az kinek nincs, ugye a sprinter fajta az a legsérülékenyebb, annak ellenére, hogy sokszor nagy, kifejezetten izmos, kigyúrt versenyzőknek néznek ki. Bár ez is nagyon sokat változott, tehát ha megnézed, az Amir Webb fajta sprinter ma már kevésbé van ott. De mondhatom Asafa Powell-t is, azért belőlük inkább a kevesebb van. És egy kellően szálkás és tonizált André de Grasse az, aki ma már azt gondolom, hogy a nagy átlagnak számít. Fél lábon 11.59 Collins. 10.07, 10.09, 10.12. Webb a negyedik, Lemaitre az ötödik. És Lemaitre fut 10.